Zsúfolásig megtelt a Vörösmarty könyvtár olvasóterme szerda este. A székesfehérvári irodalombarátok örömére Gombkötő Gina moderálásával egy legendával találkozhattak, hiszen Nádasdy Ádám költőként, íróként és műfordítóként is a kortárs magyar irodalmi jelen egyik ékköve. Én most, mint költő jöttem ide, a könyvtárból Gombkötő Gina hívott meg, és abban maradtunk, mivel júniusban megjelent a könyvhétre verses kötetem, a Billeg a csónak, hogy arról fogunk beszélni, és egyáltalán ahhoz tartozó műfordítói tevékenységemről, vagyis azt hiszem, hogy eléggé privát lesz ez a mai este, mert hát hiába, ha mind költő, akkor mi, milyen érzelmek, milyen életstílus, milyen események, a családi háttér is szóba fog kerülni. Az élet meg annyi csodája és felejthetetlen pillanatai mellett a mélységeket is megidéző diskurzusban, életének fordulópontjai mellett ezúttal természetesen verseiről és az emberélet útjának felén túlról is szóltak. Ahogy ő fogalmaz, versei költő elődöket idéznek meg, vagy feltörő emlékeket próbálnak megszeledíteni. Az összegzés, a számvetés mindig lehetetlen, hiszen útközben vagyunk, és az utazás folyamatos, mondja. Azért az nem olyan, mint a regényírás, hogy minden áldott nap néhány órán át kell csinálni. Azok néha olyan lökésszerűen jönnek a versek, meg gyökeresedik valami. Egyszer azt mondtam valakinek, hogy olyan, mint a vatta cukros ember. Tudja, van egy nagy üst, amiben úgy tűnik, hogy semmi nincs, és hogy beletart egy pálcikát, és elkezd rátapadni az anyag. Ilyen valahogy a versírás. A hazai irodalmi kánon legendája meg annyi emberközeli történettel erősítette meg, az összegzés, a számvetés mindig lehetetlen, hiszen mindig, mindenkor útközben vagyunk, és az utazás folyamatos.